A segélykiáltásokra egy járókelő lett figyelmes, aki a hídon gyalogolt. Értesítette a rendőrséget, a járőrök azonnal a helyszínre vonultak. A kollégák a túloldalon keresték, én pedig, illetve még rajtam kívül három kollega ezen az oldalon jártuk át a partot, és a túloldalról vette észre a kollega, hogy itt fekszik benne a vízbe. A 30 éves férfira végül a folyóban bukkantak rá, csak a feje látszott ki a 10 fokos vízből. Szinte teljesen elmerült az iszapban. Ruháját a parton találták meg a rendőrök. Segítségért kiabál, hogy megfagyok. Leugrottam ide a partra, és mondtam a személynek, hogy kapja el a kezemet, nyújtotta a kezét, sikerült kijebb húznom a partra, és sikerült felhúznom ide a betonos részre, ahol egy pokróccal takartuk be, hogy ki ne hűljön addig, amíg a mentő kiérkezik. A fiatalember zavartan viselkedett, így azt sem tudta megmondani, miért ugrott a folyóba. A férfit a mentők a győri kórházba szállították.